jártunk először Zomboron, megnéztük a híres városházát, aztán utána elmentünk Szabadkára, Szabadkáról elmentünk Zentára. A délvidék mellett Erdélyben és a Muravidéken is jártak már a Vajda János gimnázium diákjai. Az iskola több éve résztvevője a diák utaztatási programnak. Volt, hogy több naposra kibővítették a kirándulást. Ilyenkor a Rákóczi Szövetség által nyújtott utazási támogatást önköltségen egészítették ki a szállás és étkezés díjával. A koronavírus miatt 2019 óta nem utazhattak. Nagy öröm, hogy március 15-én Szentre és Pozsonyba látogathatnak a diákok. Közvetlenül győződhetnek meg arról, hogy mit jelent határon túli magyarnak lenni. Hogy ez pontosan számunkra mit jelent, az azt tudom mondani, hogy egy óriási plusz töltetet ad. Hiszen ezek az emberek elképesztő módon és nagyszerű természetességgel ragaszkodnak ahhoz, amit mi magyarságnak hívunk, és ez azt gondolom, hogy ezt a fajta összetartozástudatot, határon túliak részéről ezt a szép, felemelő ragaszkodást a nemzethez, a nemzeti értékekhez, ez nagyon jó megtapasztalni minden diáknak. A pályázat a hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremt bármely Kárpát-medencei középiskolának arra, hogy az utazó iskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen, és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. A nagy múltú program célja 1994 óta, hogy a történelmi Magyarország területén élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A diákutaztatási program egyik célja, ez egyik legfontosabb célja, hogy az iskolák egy határ átlépésével egy olyan helyre kiránduljanak, ahol működik magyar iskola, hogy a másik magyar iskola egy határon túli magyar iskola, vagy a határon túliak egy magyarországi iskolával együtt ünnepeljenek, együtt emlékezzenek március 15-ére. Ez lehet egy emlékünnepség, ez lehet egy koszorúzás, ez lehet egy rendhagyó óra. A pályázat értelmében az utazásokat 2023. március 6-a és 21-e között kell megvalósítani. Az iskolák június 4-e és október 23-a alkalmából is pályázhatnak majd utazási támogatásra.